Hát eleinte pihengettünk és ötleteltünk, aztán... De már másnap dolgoztunk. Igen. Igen. Elindultunk azon az úton, hogy most meg akarjuk váltani a világunkat, és szerintem egyre jobban haladunk vele. Úgy van, bővült a produkció bokállal, ami egy kívánság volt a zsűri részéről. Igen. Habár háttér bokálunk van, szóval nem látszanak, de... De teltebb is, és intimebb is. És jobb lett ez a verzió. Igen. Hát megpróbálunk minél sejtelmesebb környezetet kialakítani a dalnak, hogy sokkal bensőségesebb és emocionálisabb legyen. Igen, lesz vizuális változtatás is, ami... Érde... Ami vizuális változtatás is, meg nem is. Meg nem is. Tulajdonképpen. De segíti a dalnak a lelkét erősíteni. Hát amikor mi beneveztünk erre a versenyre, mi alapból így álltunk hozzá, hogy emlékszem, ahogy még én terveztem, ilyen zenekaros sztori volt, csak aztán rájöttünk, hogy sokkal intimebb, hogyha egyszerűen zongorás lesz az egészből, és akkor megelégedtünk azzal, hogy vokálokat használunk, tehát hogy zenekar ne legyen, és végül meg arra jutottunk, hogy sokkal intenzívebben tudunk így építkezni, hogyha eleinte még nincsen, aztán még nem döntöttük el akkor, hogyha tovább jutunk, akkor lesz-e, de a fejünkben volt véve abszolút. És ugyanígy ezt a gondolatmenetet folytatva, hogyha esetleg most is tovább jutnánk, akkor még lenne hova építkezni. Igen, mi is megpróbálunk egyre izgalmasabb dolgokat belecsempészni a projektbe. Szurkoljatok nekünk ma a dalban. Szavazzatok. Remélem nagyon jó lesz, és azon emberek szavazatait várnánk, akik átérzik, és ha csak egy képkockára vagy érzelemre tudtunk hatni, vagy esetleg emlékeztetni a kedves közönségben lévő nézőket, akkor reméljük, hogy átérzik azt a fájdalmat és boldogságot, ami benne van ebben a dalban és az egész szövegkörnyezetben. Köszönjük!